Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 15-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy portál nap, ami azt jelenti, hogy van egy finom energiamező, ennek van gyógyító ereje, azon kívül kinyílik egy kapu a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések, ez olyan, mint nálunk a hét. De a majáknál ez 13 napig tart. És a majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a 13-as szám szerencsét hoz. Tehát vannak ilyen hullámok ebben a naptárban, ez a nap, tehát augusztus 15-e, ez a portál nap a 20. hullámban van, mégpedig a 8. nap a 20. hullámban. Ez azt jelenti, hogy kimerültek vagyunk, fáradtak vagyunk, bizonytalanok vagyunk, feltesszük a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, ez előnyös számomra, igen vagy sem, van egy kis húzavona. De fontos az, hogy legyen egy jó kapcsolat, legyen egy kiút, legyen egy megoldás. Ezen a napon keresünk egy megoldást egy bizonyos helyzetben. Ezen a napon men uralkodik, és men lefordítva sas madarat jelent, ami a képen látható. És utal a megoldásra, hogy felülről kell nézni a dolgokat, hogy átlássunk valamit, azon kívül kellenek hosszú távú tervek. Például, ha nem érzed jól magadat a munkahelyen, mert fáradt vagy, és kimerült vagy, és nem tudod, hogy ott maradj-e ezen a területen, vagy kellene valami változtatni, akkor nézd át a lehetőségeket. Nem kell azonnal cselekedni, de legalább tudod, hogy milyen esélyeid vannak valamit javítani ezen a helyzeten. Vagy például, ha megvan egy bizonyos lakhely és a családi kapcsolat, de nem érzed jól magadat, akkor kell ez a távoli terv, legalábbis gondolatok, gondolkodj el azon, hogy ott akarsz-e maradni, igen vagy sem. Itt is ez érvényes. Nem kell azonnal dönteni, vagy változtatni a helyzeten, hanem mint egy sas madár, így felülről nézni a dolgokat, átlátni mindenen, és figyelgetni azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugyanez vonatkozik a párkapcsolatban is, hogyha olyan párkapcsolatban vagy, ahol nem érzed jól magad, ahol van egy szűkös helyzet, ahol nem kapsz levegőt, hiszen a párod fogva akar tartani téged,
akkor gondolkodj el ezen, hogy te mit akarsz. Ápolod ezt a párkapcsolatot? Van-e remény arra, hogy javul a helyzet, hogy legyen meg a szabadság érzete, a levegő eleme, hogy fel tudj lélegezni? Látni kell most a lehetőségeket. Pontosan erről van szó ezen a portálnapon és ezen a szertartáson. Összefoglalnám. Tehát ez a szertartás segít, mert van gyógyító ereje. Van lehetőség kibontakoztatni magadat a spirituális területen. Van egy szűkös helyzet, amiből szeretnél kilépni, amin szeretnél változtatni. Nem kell azonnal cselekedni, de kell egy irány, kell egy lehetőség, és pontosan ez a fontos, hogy lássuk ezeket a lehetőségeket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel!